Pénteken folytatódott a Magyar Fesztivál Szövetség közgyűlése és konferenciája itt a Városháza dísztermében. Megint téma volt Győr, hiszen nem csak városmarketingben, de a turizmus terén is példaértékű munka zajlik a megyeszékhelyen. Egyre több kiránduló érkezik a Rába partjára, ami a szépülő város mellett a nívós fesztiváloknak is köszönhető. Az adatok javuló tendenciát mutatnak, az országos adatok is jók, tehát már a 2007-es szintet sikerült újra elérni. Nyilvánvalóan példaértékű és jó a településnek a város marketing, és ennek a hatásai láthatóak mind vendégészakas szám, és ehhez kapcsolódóan adóbevételben, meg helyi adóbevételben is. Egy jó fesztivál látogatók tízezreit vonzhatja például Győrbe is. Ide, ahol a szakemberek szerint könnyű jó programot szervezni, nem csak az önkormányzat támogatása, de a befogadó és nyitott közeg miatt is. Győr városa kiemelten kezeli a turizmust és a marketinget, és a kulturális programokat, és hát ezen belül mondjuk a fesztiválok, mint a kulturális turizmusnak egy elég jó lehetőségei még kiemelten szerepelnek a területen belül, és ez egy másik olyan eleme a pénzen kívül a dolognak, hogy működjenek a rendezvények. A hazai fesztiválok mind példát vehetnek a győri rendezvényekről, ez hangzott el a szövetség pénteki konferenciáján. A szakma szerint állami, sőt uniós támogatást is csak olyan programok tudnak elnyerni, amelyeket tudatosan, körültekintően és a helyi igényeknek megfelelően szerveznek meg.